Köszönjük szépen a türelmet! Jó estét! Érkeznek utána. De szépen összegyűltünk, köszönjük szépen! Elnézést, csak egy másik éjjeli szállóról jöttünk éppen, és a város másik végéről, és egy kicsit nehéz átkavarodni ilyenkor még a városon. Úgyhogy, de akkor be is mutatom, akik éppen érkeznek. Az ifjú művész ura sor elején, Kelemen Gáspár, reménybeli, jövőbeli hegedű művész. Úr! A hölgyek pedig Kokas Katalin, Kokas Dóra és Kelemen Hanna. Ők mind a Kokas és a Kelemen család, ők így egy családot képeznek. A családfő Debrecenben koncertezik ezekben a pillanatokban. Sok száz ember előtt ő üdvözletét küldi, de ezért nem tudott jönni, viszont nagyon szeretne eljönni, és legközelebb el is fog jönni. Ezt üzente, hogy adjam át, ezt most át is adtam. És én Tóth Simon Ferenc vagyok, és velem szemben pedig Vecsei H. Miklós áll. Mi pedig színészek vagyunk, és mi szavakkal fogjuk valahogy ezt a ma estét a következő 30-40 percben megtölteni, a zenészek pedig értelemszerűen zenével. Azt tudják, hogy milyen ünnep van ma, igaz? Vagy ezt Magyar Kultúra Napja, és gondoltuk, hogy emlékezzünk meg a magyar kultúrát most mindenfelé, ugye a városba. Nyugodtan hangoljatok be, meg készülődjetek be, addig elütöm szavakkal az időt. Mindenféle a városba, ugye nagy koncertek, előadások vannak. Gondoltuk, hogy kisebb gondjuk és nagyobb annál most, mint hogy nyakukba vegyék a várost és színházba menjenek, vagy koncertterembe. Úgyhogy gondoltuk, hogy eljövünk. Úgyhogy egy 30-40 percet majd meglátjuk, hogy sikerül igazából. Ezt így mi még nem próbáltuk soha, tehát nem egy komplett begyakorolt, bepróbált dolog lesz, hanem mindenki a maga eszközeivel valamit hozzátesz az estéhez. Elöljáróban, amíg bekészülnek és behangolnak a művésznők, illetve a művész úr, felolvasnék valamit a Kosztolányi Dezsőtől a magyar nyelvről, mert hogy értelemszerűen ugye a mai nap a magyar nyelvet is ünnepeljük, és a magyar kultúrát ünnepeljük, ami meg ugye az alapillére a magyar nyelv, úgyhogy most találtam, bocsánat, hogy ezt olvasni fogom, csak ezt tulajdonképpen megmondom őszintén, hogy ezt ma találtam, de annyira megtetszett, úgy gondoltam, hogy ezt elolvasom. Az egyik legszebb írás, amit a magyar nyelvről leírtak. Úgy 1927-ben írta a Kosztolányi Dezső ezt, hogy a nyelv természeti jelenség. Gyökerei mélyen belenyúlnak a múlt őstelevényébe. Egészen a történelem előtti korig, s van törzse, ága, lombja, eleven virága is. Úgy hat ránk, mint valami hatalmas, megfoghatatlan szellemi csoda. De annyira élő és valóságos, hogy érzékeinkkel is észlelhetjük. Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, mely ez nincs fogható. Nem külsőséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem. Fontosabb annál is, hogy magas vagyok-e, vagy alacsony, erőse, vagy gyönge. Mélyen bennem van. A vérem csöpjeiben. Idegeim dúcában. Metafizikai rejtékén.
ebben az egyedül való életben csak így nyilatkozhatom meg igazán. Én naponta sokszor gondolok erre. Épp annyiszor, mint arra, hogy születtem, élek és meghalok. Csak anyanyelvemen lehetek igazán én. Ennek mélységes mélyéből buzognak föl az öntudatlan sikolyok, a versek. Itt megfeledkezem arról, hogy beszélek, írok, itt a szavakról olyan régi emlékképeim vannak, mint magukról a tárgyakról. Itt a fogalmak és azok jelei végzetesen elválaszthatatlanul összeolvadnak. 1927 Kosztolányi Dezső. És mivel, hogy ugye nem csak beszélt nyelvünk van, nem csak beszélt magyar nyelvünk, hanem van zenei nyelvünk is, és zenei magyar anyanyelvünk, ezért gondoltuk azt, hogy kit mást játszhatnánk, mint a leghíresebb magyar zeneszerzőt, egyik leghíresebb magyar zeneszerzőt talán, Bartók Bélát, de bővebben átadom a szót, és mondjatok esetleg, vagy konferáljátok föl magatokat. Jó estét kívánok! Bartók Béla 44 hegedű duót írt. Ezek ilyen nagyon rövid kis szösszenetek, amiből a fiammal fogunk párat eljátszani. Ő mindig bemondja a címét, hogy mit fogunk játszani. És ez egy iskola, egészen pici hegedűsöktől igazából bármeddig tanulhatok és játszhatok. Ez nagyon érdekes, hogy ezt a férjemmel sokat játszottuk. Fölvetjük őket CD-re, és az volt általában azt mondják, hogy az első, meg a második Bartók duó az a legkönnyebb, és a 44. a legnehezebb. És az a tapasztalatunk, hogy a legnehezebbet az első volt, az első duót volt felvenni CD-re. Most Gazi bemondja, hogy melyiket játszuk? Menetelő nótát. Kívánok, én Vecsei Miklós vagyok, a név lehet ismerős a Mátéaktól, ő az édesapám, és nem tudom, hogy ki itt, aki legrégebb óta itt van. Van, aki már nagyon-nagyon régóta itt van? 22. éve. Akkor mi nagy valószínűséggel találkoztunk, mert ezen a vonaton tanultam meg többek között sakkozni kiskoromban. Nem nagyon jártam óvodába, és édesapám mindig hozott ide, vagy a Miklós utcában. Nem tudom, hogy Miklós utcában voltak-e. Nekem ez a... De ezek a gyerekkoromnak a színhelyi, pont a Balázzsal találkoztam, ennek a Balázs az ilyen ekkora koromból ismerős. De hát azóta színész lettem, a Víg Színházban játszom, és
két éve a jóisten elég rossz irányba tolta a magánéletemnek a szekerét, de úgy élni sem volt kedvem sokáig, és akkor elkezdtem József Attilával foglalkozni. Nem tudom, hogy József Attila valakinek itt a társaságból nyújtott-e már segítőkezet az életében, nekem ez egy komoly segítőkéz volt. Színésznek azért jó lenni néha, mert ha szar az élet, akkor jó vagy a színpadon. És ez így a mérleg nyelvét kicsit felborítja, tehát hogyha éppen valami nem megy, azt a fájdalmat ki lehet játszani a színpadon, és én ebből a két évvel ezelőtti életanyagból, vagy fájdalomanyagból összetettem magamnak egy előadást, amit azóta játszom. Ez egy 2,5 órás előadás József Attila életéről, de hát most ebből nyilván csak részleteket fogok mondani. Tehát én szeretni szeretek, és azt szokás szeretni, aki ad nekünk, én viszont azt szeretem, aki iránt vágyakozni tudok. A vágyakozás pedig adás, vagyis én azt szeretem, akinek adni tudok. Akinek adni tudok. Én 1905. április 11-én születtem, és azt mondták, hogy egy késsel a kezemben. Hát hogy került az a kés a kezébe, kedves Attila? Na ez egy jó kérdés, hát talán a mama tette bele. Mama, ő egy vidéki lány volt, de 15 évesen elszökött otthonról, mert az anyja verte az iszákos apját, de egyébként az apa egy rendes ember lehetett, mert a kutyájának azt a nevet adta, hogy kutya. De apát egyébként 3 éves koromban láttam utoljára. Mama 6 gyereket szült, abból 3 elment, maradék 3 volt 2 nővérem meg én, és a 6 szülés következtében a mészáj annyira kitágult, hogy alkalmatlanná vált a szerelmi életre. Apa fölöltözött, magához vette az összes pénzünket, és örökre otthagyta a 16 négyzetméteres szobakonyhás lakást. Szegények voltunk, hát mindenki szegény volt, a konyhát ki kellett adnunk éjszakára, majd a szobánkban lévő másik ágyat is. És a mama a napi 18 órában mosta a város szennyesét. 4-en aludtunk egyébként az ágyban, a mama, a 2 nővérem meg én. És a mama esténként keresztet rajzolt a homlokunkra, és azt mondta mindig, hogy éljél sokáig, kicsi fiam. És egyszer olyan fáradtan dőlt be mellénk az ágyba, hogy csak a keresztnek csak a felét tudta fölrajzolni. Csak azért mesélem el ezt maguknak, mert sokat gondolok arra, hogy én ezzel a fél keresztel éltem le az életemet. És volt egy karácsony előtti este, amikor a mama tett egy táblát a nyakába, az volt ráírva, kisétált a DeFerenc térre, ilyen 20 fokos hideg volt, -20-as, és az volt ráírva a táblára, hogy mosnék. Ez volt az én anyukám nyakába, és 42 fokos lázzal esett össze a hóba, és a hetekig tartó öntudatlan állapota miatt Etussal, a fiatalabbik nővéremmel Öcsödre kerültünk nevelőszülőkhöz, és azt hittem, már soha nem fogunk hazajönni. Ezért írtam egy búcsú levelet Jolánnak, az idősebbik nővéremnek, tulajdonképpen ez volt az első versem. Jocónak, mert így hívtuk Jolánt, hogy Jocó, de szeretnék gazdag lenni. Egyszer libasültet enni. Jó ruhába járni, kelni, és 5 forintért kuglert venni. Még a cukrot szopogatnám, új ruhámat mutogatnám. És dicsekednék fűnek, fának. Mi jó dolga van a Télának. Ismerjük. Akkor én ilyen, ha nem harag, ez itt követhető így az életút? Persze. Akkor 5 ilyen kis etapra osztottam fel az életutat, és közötte meg le, néha közben is, akkor zenéljünk. Ezek voltak a gyermekévek. Kodály dúóját hoztuk. Kodály Zoltán nevét gondolom nem kell bemutatni, mert az egyik Bartók Béla mellett az egyik legnagyobb zeneszerzők volt, aki nagyon sokat tett hazánkért. Ugye nagy népdalokat gyűjtött, rengeteget, és általában a művei is népi gyökerekhez nyúltak vissza, és szerintem a saját hangunkat hallhatjuk ebben a duóban is. Részleteire bontjuk az első tételt.
Karinthy Frigyes. Előszó. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek. Próbáltam súgni, szájon és fülön. Mindnyájatoknak egyenként, külön. A titkot. Ami úgyis egyre megy, s amit nem tudhat más, csak egy, meg egy. A titkot. Amiért egykor titokban világra jöttem. Vérben és mocsóban. A szót, a titkot, a picin csodát. Hogy megkeressem azt a másikat, s a fülébe súgjam. Add tovább. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek. Mert félig már ki is bukott. Tudom. De mindig megrekedt a félúton. Az egyik forró és piros lett tőle. Ő is súgni akart. Csók lett belőle. A másik jéggé dermedt. Megfagyott. Elment a sírba. Itt hagyott. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek. A harmadik csak rám nézett hitetlen. Nevetni kezdett, és én is nevettem. Gyermekkoromban elszántam magam, hogy szólok Istennek. Ha van. De nékem ő égő csipkefenyérben meg nem jelent, se borban és kenyérben. Hiába vártam sóvár irigyen, nem méltatott rá, hogy őt higgyen. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, hogy fájt, mikor csúfoltak és kínoztak, és sokszor jobb lett volna lenni rossznak. Mert álom a bűn, és álom a jóság, de minden álomnál több a valóság. Hogy itt vagyok már, és még itt vagyok, s tanúskodom a napról, hogy ragyog. Én Isten nem vagyok, s nem egy világ, se éjszakfény, se aloé virág. Nem voltam jobb, se rosszabb senkinél, mégis a legtöbb ember, aki él. Mindenkinek rokona. Ismerőse, mindenkinek utódja, őse. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Elmondom én, elmondanám, de béna a kezem, s dadog a szám. Elmondanám az út, hová vezet. Segítsetek hát, nyújtsatok kezet. Emeljetek fel, szólni, látni, élni. Itt lent a porban nem tudok beszélni. A csörgőt eldobtam, és nincs harangom. Itt lent a porban rossz a hangom. Egy láb mellemre lépett, eltartotta. Emeljetek hát fel a magosba! Egy szószéket a sok közül kibérlek. Engedjetek fel lépcsőire. Kérlek. Még nem tudom, mit mondok majd. Nem én. De úgy sejtem, örömhírt hoztam én. Örömhírt, jó hírt, titkot és szivárványt. Nektek, kiket szerettem. Állván, tátott szemmel, csodára várván. Amit nem mondhatok el senkinek, amit majd elmondok mindenkinek. Thank you.
gimnáziumban Makóra jártam. Ahol pesti gyerekként Miszterrel becéztek. Miszter, ami költünk, így hívtak, mert rengeteg verset tudtam fejből, mert köszönöm a sajátjaimat is. És Adi volt a kedvencem. Én annyira igyekeztem magamba szívni Adi lényét, hogy néha már úgy éreztem, hogy én Adi vagyok Adinál. Egy ilyen Adival beoltott versem, hogy pillantásomtól az almák pirosodnak és gömbölyödnek. Térdig érő erős búzában henteregnek a fiúk, a lányok. Én egy magos vágán ülök és lerogatom lábamat. Kacagásuk fürtjeimet megmodorítja. Nem tudják ám a lányok, hogy én mennyire kedvelem őket. Akkor szaladvást jönnének el, sok százan gyűlnének össze itt körülöttem, én meg a zöld leveleket két marokkal szórnám a hajukba. Hanem előbb még futában is minden szárat két oldalt megcsókolni. Erősödik az ág alattam, erősödöm én is a világon. Sok agancsú szarvas a hátán egyszer csak megérkezik a mesztelen lányzó. Akkor indult el, amidőn anyámra szememet fölnyitottam. Most a mesztelen lányok, a mama és a mama halála, ezek mindig összekapcsolódnak a gondolataimban. Az iskolaigazgató lányába voltam szerelmes, egy bizonyos Gebe Mártába. Tehát volt már neki egy sportos udvarlója, de hát mit nekem izom, ha nálam a költészet, gondoltam. Most ennek a szerelmi történetnek a végére ugranék, 60 darab aspirint vettem be a gimnázium folyosóján, és ráírtam egy szetlire, hogy végrendeletem, aztán rájöttem, hogy semmim sincs, úgyhogy kiúztam a végrendeletemet, átjavítottam a végkérésemre, hogy a ruhámat adják oda valami szegény gyereknek, és hogyha utólag díjat nyernék valamelyik versemmel, akkor azt adósságaim rendezésére fordítsák. És mellékeltem is két verset a Mártához írtak közül, a Tavasz van gyönyörű és a Patkány vagy címűeket. 42 fokos láz, 5 napos beöntés és gyomormosás, ez már a második öngyilkossági kísérletem volt, ezt is túléltem. És a kórházi ágyam mellett volt egy új szövetség. Volt egy új szövetség, és én elhatároztam, hogy a krisztusi tanítás szerint új szövetséget kötök magammal, különben bele fogok bolondulni abba, hogy én minden lányba szerelmes tudok lenni. Egy mindannyiunknál érzékenyebb ember alakja lebegett a szemem előtt, rá kell rakjam húsomat, és belé kell ágyazzam csontjaimat. Az az egyszerű alapgondolatom volt, hogy ha egy rablógyilkosnak azt mondanám, hogy te jó vagy, akkor minden kegyetlenség kihullna belőle. Most tudom, lesznek, akik majd kinevetnek. Ti ne hallgassatok azokra. Olyanok ők, mint a cserepes urasági kastély gyermekei. Nevetik a durva orrú parasztot, mikor trágyás szekerén elindul, hogy kenyérré kovászolja a földet. És lesznek, akik elszörnyülködvén ilyes féléket beszélnek egymásnak. Miket összerem fecseg ez az ember? Hisz ez bolond? Zárjuk el hamar! Lázas hitét lehűti majd a magányosság. Na most erre pedig csak azt mondhatom, hogy az én akarásom az nem bolondság, hanem tövig kalászos táblája a ti bennetek még csak csírázó búza szemeknek. Az én hitem a földnek melegsége. Ennyi az én hitem. Az én hitem csak a földnek melegsége. És ti mégse hallgassatok a szörnyűködőkre, és meg ne vessétek őket, mert mindannyian és egyformán testvéreim vagytok. Ti jók vagytok mindannyian, hisz mindnyájan örültök a jónak. És fontoljátok meg, amit mondok. Nem sánta az, aki együtt lelkendezik a csúszkálókkal.
harmadik öngyilkossági kísérletem nyilván egy lány miatt volt ugyancsak. Nem messze a makói állomástól feküdtem a sinekre, és vártam a vonatot, de vonat helyett egy pályamunkás érkezett, aki közölte velem, hogy pekhen van, mert 500 méterrel előttem valaki máson már átment a vonat. Feltápászkodtam, Szegedi Egyetem, abból se sok maradt meg, annyi, hogy Nietzsche. Nietzsche-nek is az a gondolata foglalkoztatott, hogy ma még él reményünk az utcán élőkért, de elbágyaszt majd a magány. Büszkeséged megtörik, és egyszer csak kiáltani fogsz, hogy egyedül vagyok. Szegedi Egyetem. Írtam egy verset, az volt a cím, hogy Lázadó Krisztus. Meg akartam fogalmazni magamat, mint egy Isten ellen lázadó Krisztust. Na most ezért a versért elítéltek engem, 19 évesen, Isten gyalázás büntettével. De nem értették meg, hogy ez a vers nem a lázadásról szól, hanem az én generációmnak a kétségbeeséséről. Arról, hogy minket nem az zavar, hogy Trianon miatt csonka lett Magyarország, hanem az, hogy igazságtalan maradt. Az, hogy ebben az országban retteg a szegénytől a gazdagtól fél a szegény. Az, hogy mindenkit fortélyos félelem igazgat. Ebben az országban minden döntés, minden kérdés, minden kapcsolatot a fortélyos félelem igazgatja. Elhatároztam, hogy nem írok verset. Nem hiszek többet a színházban, nem hiszek többet a magas kultúrában. Olyan kultúrában hiszek, ami mindenki számára befogadható. Olyat fogok írni, mint amit a mama dúdolt nekünk, amikor még gyerekek voltunk. Írok egy dúdolást, ami fülbemászó, mindenki megjegyzi a dallamát és a szövegét, és ha megyek, dúdolom ezt az utcán, jön velem szembe a másik ember, ő is dúdolja, összenézünk, és arra gondolunk, hogy na hát ha mi tudunk ebből a szaros országból valamit összehozni, de ahhoz mindent el kell felejteni, ami eddig történt. Teljesen nulláról kell indulni, úgy annyira nulláról, hogy nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám, se bölcsőm, se szemfedő, se csókom, se szerető. A harmadnapja nem eszek, se sokat, se keveset. 20 esztendőm hatalom, 20 esztendőm eladom. Hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg. Tiszta szívvel betörök, ha kell, embert is ölök. Elfognak és felkötnek, áldott földdel elfödnek, s halált hozó fűterem, gyönyörű szép szívemen. Behivatott az irodájába Horger Antal dékán úr, ismerős lehet a neve, 2 tanú előtt hivatott be, még ma is emlékszem a nevükre. Azt mondja, Attila! Még valaki ilyen verseket, egyébként nem volt rossz tanár, csak borzasztó unalmas órákat tartott. Attila, még valaki ilyen verseket ír, mint ez a tiszta szívvel, abból, amíg én élek, nem lesz középiskolai tanár. Hát mit jelent az, hogy harmadnapja nem eszek, se sokat, se keveset? Hát tanár úr azt jelenti, hogy amikor én ezt a verset írtam, akkor harmadnapja nem ettem. Se sokat, se keveset. De egyébként én, professzor úr, egész népemet fogom nem középiskolás fokon tanítani. Most ez a vers körüli botrányok miatt külföldön kellett folytassam a tanulmányaimat, Bécsbe jártam, majd 60-i közbenjárására a Sorbonra, és mire hazaértem, már I. és Gyula volt a sztár, mindenki a Puszták népét olvasta, és I. és volt az egyetlen férfi ember életemben, akivel karomfogva mentem utcán. Mondom, Gyuszi, mi föld vagyunk, és ha meghalunk, minket nem is kell eltemetni. Hát ő invitált egy úgynevezett vágó délutánra, ilyen budai, dunaparti lakásba, egy értelmiségi társaság. Itt verseket olvastunk fel egymásnak. Itt ismertem meg Vágó Mártát. Talán az egyik legforróbb szerelmem volt életemben. Ő már a 3. Mártám volt. Azon gondolkozom, hogy hova ugorjak. Itt nem volt pénzem. Költőnek egyféleképpen lehetett pénze, hogyha megkapja a Baumgarten díjat, az Babits Mihály adta, és ő semmi esetre se akarta odaadni nekem. Egyébként Babitsot nem tartottuk sokra, mi költők. Volt, akinek a mestere volt, de én talán kicsit bosszú vágyból ezt a kritikát fogalmaztam meg róla. Babits Mihály a tartalmatlanság plécsörgője. Eltekintve attól, hogy verseiben minden szakasz üti a másikat, külön-külön is írtózatosan üresek. Mint egy dögszagú árok, amiben már szennyvíz sincsen, csak a nyírkosság emlékeztet rá. Babits Mihály egy szemétdombról pislog fölfelé.
nem fölfelé, lefelé, oda, ahol egyéni. Na most kicsit kilépve a szerepből, ez azért érdekes, mert ugye Csúlyaimi, ha jól tudom, tavaly Babicsot hozott, és hát láthatjuk, hogy József Attila élete egészen máshogy alakul, ha nincs ilyen rossz barátságban, vagy rossz kapcsolatban Babicssal, mert az egyetlen pénz, ahonnan minden költőnek, Kosztolányitól Adinát pénzforrás volt, ez a Baumgarten díj, és Babics volt ennek az elbírálója. Ez 3000 pengő, azt hiszem 3000 pengőt jelentett akkoriban, na most 200 volt az átlag fizetés, tehát egy évre kaptak 3000-et, tehát egy 15 havi fizetést meg tudtak kapni évente a költők. Most József Attila egyszer kapta, volt egy ilyen jutalomdíj is, az 1000-et jelentett, azt egyszer megkapta, de azt annyira sértődékeny volt, hogy azt nem vette át. Innen folytatom. Folytatjuk mi is a Bartók dolgokkal. Katona Nóta. Kicsit engedjük. Történetét, tehát Rapaport Sámuelt és hát gyötrő szerelmemet, Glück gyömrői Editet átugranám. És odaugranék, hogy 32 évesen arra sem vagyok képes, hogy egy saját szobát kibéreljek. Ignótusz előszobájában alszom egy földre dobott üres matracon, de gyakran alszom a Népligetben is, mint egy egyszerű hajléktalan. Na, alszom, mint egy hajléktalan a Népligetben, jön a rendőr és kérdezi, hogy mit csinálok itt. Uram, mit csinál itt a földön? Én morzsámra madarat várok. És néha fecskéket etetnek bogárral, ha szerencsém van. És néha még elhívnak ilyen éjszakai összejövetelekre, akik mernek még elhívni. Mert ilyenen ismertem meg Flórát. Most én eddig azt hittem, hogy a Márta névhez van valami különös közöm, de most már nem azt hiszem. Flóra gyönyörű név, és remekül illik hozzá, gyógypedagógus, pszichológusnak tanul, és ilyen különleges emberekre vadászik, mint amilyen én is vagyok, akivel elvégezheti akkoriban már híres rorságtesztet. Most I. és Gyula udvarolt Flórának. Pont I. és Gyula. Hát olyan kurva nagy ez a város, miért kell ezeknek éppen egymásba botlaniuk? Hát Flóra próbált lekoptatni, hogy úgy mondjam. Munkahelyén hívogatta, nem, általában rám csapta a telefont. Írtam neki verset, aminek az volt a címe, hogy Flóra, és nem mondom el. De aztán volt egy vers, ami megfogta őt, és eljött velem kávézni. Nem voltam túl jó anyagi helyzetben, ezért megfeleztük a számlát. Habos kávét ittunk vajas kiflivel. De vittem neki még a markomban mazsolát, egy gyöngyvirágot,
és még a Bartók kéziratomat is nekiadtam. Volt egy Bartók kéziratom, és adattam Flórának. Hát, hogy annyit vártam el ettől, hogy cserébe csókoljon meg. Akkor fogja meg a kezem. Az se. Hát ha azt hiszed, hogy nem kell egyesülj velem ahhoz, hogy megismerj, akkor kötözd le egy csikót, és úgy számíts ki, hogy mennyi tudna szaladgálni a réteken. Jó, hogy te hűséges típus vagy, Flóra? Kihez? Hát képzeld, én régen jártam kurvázni. Így és Gyulával. Ismered? Jó. Flóra... Szanatóriumba kerültem. Sziaszt a szanatórium. 60-i Berci vállalta, hogy fizeti a szanatóriumot. Az előadásban egyébként öltön nyakkendőbe kezdek játszani. Most, ahol most tartunk, ez már egy másfél óra nagyjából eltelt az előadásban. Itt már egy szakadt fehér pólóba vagyok, egy kis kereszt van a nyakamban, egy kis ilyen pizsoma nadrág, és van egy rész, amikor elkezd esni a díszletből fönn az eső, és a hajam be van festve barnára, mint József Attilának, és így folyik le az arcomon a barna festék meg a fehér pólóra is, tehát egészen más hangulata van annak, hogy most azt mondom, hogy a szanatóriumba kerültem, mint ott a színpadon. De hát, ha egyszer úgy alakul, hogy ide elhozom, vagy önök eljönnek hozzám, ezt majd megbeszéljük. Tehát szanatórium, 60-i Berci vállalat, hogy fizeti a szanatóriumot. Szép tiszta szobát kaptam teljes ellátással, de teljesen mindegy volt, mert nem tudtam enni, csak dohányozni. Fél pengő volt egy doboz. És egy levél. Itt már nem voltak meg teljesen nem volt egyértelmű, hogy mi a valóság és mi a képzelet. Drága Flóra, érzéseim szerint maga akar gyereket. Én pedig boldog lennék, hogyha a szolgálatára lehetnék. Addig pedig, amíg nincs gyerek, addig egymás gyerekei leszünk. Az éjszaka nagyon fájt a szívem maga miatt. Bak doktortól kaptam egy kabátot, és megröngenezte a szívem, de azt mondta, hogy semmi baja. De én ezt már akkor is tudtam, amikor fájt a szívem, hogy ez csak azt jelenti, hogy fáj a szívem. Nem fogatollam. Hát azt mondják, a világirodalom egyik legnagyobb költője vagyok, és nem fogatollam. Hát ez micsoda történet, ezt meg is írom. Ja, hát a faszt írom meg, hát nem fogatollam. Hülye helyzet. Néha szól a csengő, néha nem. Múltkor itt járt egy szerelő, megszerelte, és most... Nem, múltkor itt járt egy szerelő, és nem tudta megszerelni. Én megszereltem, és most szól. De egyébként én nem vagyok szerelő, csak teletömnek kábítószerekkel. Nyugtató után inzulin szúrnak belém, meg hipnotikumokat, meg kell innom valami fekete löttyöt is. Azt mondják, az inzulin az étvágy miatt kell, de én olvastam, hogy Nijinszkit, a táncost, mint elmebeteget kezelték inzulinnal. Lehet, hogy én is az vagyok, egy elmebeteg. De egyébként teljesen mindegy, mert számomra csak egy gyógyszer lehetséges, a Flóra. Most Flóra hűséges hozzám, még akkor is, ha minden nap íjéssel kefél. Jó, ha megbolondulok, ne bántsatok. Erős karokkal fogjatok le szépen. Már nincs értelme írnom. Elveszik a leveleimet, és Flóráit is elolvassák, mielőtt megkapom. És elengedte hozzám Flórát. Miért? Mert a győztesek megengedhetik maguknak a nagyvonalúságot. Én viszont éjszakánként bekakilok, mert nem érzem az ingert a nyugtatóktól. Most Flóra eljött hozzám a szanatóriumba, és nem engedték be hozzám. Azt hiszem, ez volt a eddigi mélypont. Az ember végül homokos, szomorú, vizes síkra ér. Szétnéz merengve, és okos fejével biccent. Nem remél. Én is így próbálok csalás nélkül szétnézni könnyedén. Ezüstös fejszesuhanás játszik a nyárfa levelén. A semmi ágán ül szívem. Kis teste hangtalan vacog, köréje gyűlnek szelíden, és nézik a csillagok. És az előadásban itt, dohányzom az előadásban, és van egy nagyon szép hamutartó, ami egyébként az én életemnek egy erekjéje, a nagyapám szőlős kertjéből hoztam el ezt a hamutartót. És már tele van hamuval, és a hamuból felfestem magamnak ezt a József Attila bajszot, amit ismerünk vele. Felvestem magamnak, és belenézek a tükörbe, és mondom a tükörben magamnak, hogy nézd, apa, de jó lenne egyszer még találkoznunk. Nem igaz? Érdekes lenne. Bajszom, mint egy telt hernyó terül elillant ízű számra szét. Fáj a szívem,
A szó kihűl, de hát kinek is szólanék. Kontrasztnak egy teljesen más hangulatot. A fiam jobban tudja. Ugyan édes komány, komám asszony. Kiengedtek a szanatóriumból. Úgy köszöntem el Bach doktort, hogy Ave Cézár, morituri, te salutant. Mondta nekem Bach doktor, hogy Attila, hát maga nem gladiátor. Persze doktor úr, de ön se Cézár. És mondta, hogy Attila, vigyázzon magára, még nem gyógyult meg teljesen. Legyen nyugodt, legyen békében a családja mellett. Jolán levitt Szárszóra. Eltúlsa a pályaudvaron várt a gyerekekkel, Szárszót, megvettek egy lerobbant panziót, a makai agyvérzésben meghalt, és ami maradt pénz, abból vettek egy lerobbant panziót, ott volt az egész család Szárszón, emeleti szobát kaptam, hideg kőpadló, húzatos ablakok, Etus gyerekei, ja, Jolán első férje makai Ödön. Jolán nem tudott az Ödönnek gyereket szülni, elvált Jolántól, és feleségül vett a másik nővéremet, Etus. Tehát ez a, nézd meg a lányát, vedd el a húgát, vagy nem tudom, parafrázis. És Etus gyerekei folyamatosan sírtak, én ültem a szobámban és néztem, hogy hogy égnek el a gyertyák. És a ház körül volt egy macska, mindenki elől elfutott, de csak az én ölembe fölugrott, és én simogattam, pedig kutyát szerettem volna, egy puli kutyát szerettem volna, mert kiskoromban volt mellém szerült egy puli kutya, bundás, még egy csodom. Én itt már tudtam, hogy öngyilkos leszek. De még előbb bebizonyítom magamnak, hogy képes leszek a gyógyulásra, és akkor teszem meg, amikor már senki se számít rá. Levelet írtam a szerkesztőségbe, a szép szóba, hogy folytatnám a munkát, mondták, hogy jönnek hozzám kocsival. Flórának is írtam, hogy még egyszer látogasson meg, persze nem mondtam el nekik semmit. Flóra eljött hozzám, és azt mondta, hogy hát ő akkor már íjéssel volt, mondta, hogy meséljen valamit Attila. Itt meséljek. Tudja, Flóra, nagyon nehéz bármit is mondani, amikor az ember azt érzi, hogy a másik kezd érzelmileg elhidegülni. De Attila, az embernek hinnie kell a csodában. Én magam milyen csodában hisz, Flóra? A kényelmes lakás? Az 1000 pengős fizetés? A minden szennyen átkelve is megőrzött testi és lelki tisztaság csodájában? Igen, lehet, hogy az az igazi csoda, és abban kell hinni, és nem abban, hogy mindazt megélve, ami az ember sorsa, akar és tud ember lenni. És közben azonosulni tud azokkal, akik borzalmakat élnek át. Na de persze nem maguk miatt, hanem mert nem kerülhették el azokat. Nem tudom, Flóra.
Nem tudom, melyik az igazi csoda. Flóra elment, még a vonat felé megengedte, hogy belékaroljak, és mondta, hogy jövő vasárnap is eljön. Megjöttek a szerkesztőtársaim kocsival, pontosan tudtam, hogy Pesten miket beszélnek rólam, hogy vannak, hozták magukkal az orvost is, tudtam, az egész csak egy színjáték. Úgy csináltak, mintha nálam tartanának egy szerkesztőségi ülést, ahol kíváncsiak a véleményemre. Aztán én elfogadtam ezt a szereposztást, hagytam rájuk, gondolom, nem panaszkodok, nem vádlok senkit, mindent meg kell simogatni, mindenkit meg kell simogatni, még a hiénákat, meg a békákat is. Na most vége lett ennek a szerkesztőségi ülésnek, aztán kértek, hogy meséljek zsidó vicceket. Én már nem tudok vicceket mesélni, mert talán eltűnök hirtelen, akár az erdőben a batnyom. Elpazaroltam mindenem, amiről számot kéne adnom. Már bimbós gyermek testemet szemmaró füstön szárítottam, bánat szedi szét eszemet, ha megtudom, mire jutottam. Korán válta belém fogát a vágy, mely idegenbe tévedt, most rezge megbánás fogát. Várhattam volna még 10 évet. Dacban sem fogtam föl soha értelmét az anyai szónak. Majd árva lettem, mostoha, és kiröhögtem az oktatómat. És ifjúságom, ez zöld vadont szabadnak hittem és öröknek. És most könnyezve hallgatom a száraz ágak, hogy zörögnek. Most nem tudták eldönteni, hogy komolyan gondolom-e azt, amit mondok ebben a versben, de hát Ignótuszé volt az egyetlen tekintet, aki tudta, hogy egy ilyen verset, ezt nem lehet képzelt érzelmekből megírni. És odajött hozzám, és megsúgta, hogy felterjesztettek a Baumgarten díjra. Se baj. Most már késő. Én osztok. Kártyáztunk. Kicsit lépek a történetben. Elbúcsúztam tőlük. 1937. december 3. Ez december 1-én vagy 2-án volt a barátaimmal való találkozó. Ez most 1937. december 3. az utolsó nap. Reggel vita nélkül megittem a kakaómat. Éjszaka nem jutott eszembe egy Victor Hugo idézet, levettem a kötetét a polcról, de nem találtam meg. Aztán fölöltöztem nagy kabátba, leültem a kandalló mellé, simogattam a macskát az ölemben, és néztem, ahogy játszanak a gyerekek. És délután leveleket írtam. Az elsőt Juditnak, leghosszabb kapcsolat, ami 6 éves kapcsolat, sose voltam szerelmes, azt hiszem. Első levelet Juditnak, ennyit írtam, Judit, üdvözlöm. Második levél Bak doktornak, ugye Cézáros Bak doktor. Kedves Bak doktor, hiába kísértette meg a lehetetlent. Harmadik levelet a kiadómnak írtam, Cserépfalvéknak, hogy új verset ne várjanak. A negyediket pedig Flórának írtam. Ezt érdemes meghallgatni, hogy halála napján ezt a levelet adta föl szerelmének. Tulajdonképpen annak, aki lehet, hogy minden máshogy alakul, ha ők nem ismerik meg egymást. Tehát az utolsó levél, kvázi, úgy is mondhatnám, József Attila utolsó betűi. Kedves Flóra, bocsásson meg nekem. Én hiszek a csodában. Számomra csak egy csoda lehetséges, és azt meg is teszem. Tudom, hogy szeretett, és tudta, hogy szeretem. A többi nem rajtunk múlott. Aztán mit sírsz, ha sorsunk írva van már? Ezt Kosztolány írta. Csókolom a kezét, és sok barátsággal és szeretettel üdvözlöm. Köszönjük az almákat, küldött Flóra postán almákat. Köszönjük az almákat, jól én is ettem belőlük, jól lehet a gyerekeknek küldte, és én bizony meg se kérdeztem tőlük, csak elvettem egyet. Attila. Utóirat, kérem, vasárnap már ne jöjjön. Most elmentem a postára, föladtam a leveleket, vásároltam egy doboz cigarettát, a pályaudvar felé még átsétáltam a temetőn, mamára gondoltam, nem volt hideg. Már korábban kinéztem a 1281-es számú járatot, átbújtam a sorompó alatt, legugoltam a sinek mellé, sinekre támaszkodtam, és így néztem két vagon közé. Csak egyszerűen. Mindent csak egyszerűen. És a hátsó kerekek levágták az ujjaimat, majd elrugaszkodva az alig mozgó szerelvény két kocsia közé vetődtem. Az ügyeletes bakter, amik ki nem érkeztek a hatóságok, az állomás falán lógó Nagy Magyarország térképpel borította le a holttestemet.
És hát akkor az utolsó verse, össze is cseng azért az életúttal. Íme, hát megleltem hazámat, a földet, ahol nevemet hibátlanul írják fölébem, ha eltemet ki eltemet. Egyedül voltam én sokáig, majd eljöttek hozzám sokan. Magad vagy, mondták, bár velük voltam volna én boldogan. Így éltem, és voltam én hiába. Megállapíthatom magam. Bolondot játszottak velem, és már halálom is hasztalan. Mióta éltem, forgószélben próbáltam állni helyemen. Nagy nevetség, hogy nem vétettem többet, mint vétettek nekem. Szép a tavasz, és szép a nyár is, de szebb az ősz, és legszebb a tél. Annak, ki tűz helyett, családot, már végképp másoknak remél. Irgalom édesanyám, nézd, jaj, kész ez a vers is. Itt van vége az én előadásomnak a Pesti Színházban. Lehet, hogy nem egy vidám történet, de hogyha alkalmuk van József Attilát forgatni, nekem a... Tudom, hogy önöknek nem kell mondjam, hogy mi az, amikor valaki nincs jól, vagy valami nem stimmol az életben, de nekem még soha semmi élő ember, állat, növény annyi energiát, meg annyi erőt nem adott, mint az ő versei, meg az ő története végül is. És köszönöm, hogy ezt elmondhattam önöknek, és remélem, hogy még találkozunk. A fiam nagyon-nagyon szeretne volna, hogy ezt az utolsó duót eljátsszuk önöknek. Ezt én is nagyon szeretem. Ez a legutolsó duója Bartók Bélával, tehát a 44. És bemondhatod a címét. Esti tánc. Tudják, hogy azért ünnepeljük január 22-én a Magyar Kultúra napját, mert hogy Kölcsey a himnuszt a kézirat tanúsága szerint aznap fejezte be, ugye tudják, ez van, legalábbis akkor másolták egy tiszta papírra.
Tehát azon a végére írva, hogy január 22-e. Úgyhogy a himnuszt ünnepeljük, és ezért próbáltam keresni valamit önöknek, hogy hát ha találok valami jó írást a himnuszról, hogy mégse a himnuszt mondjuk el, mert azt úgyis mindenki kívülről tudja. És beleakadtam valamibe, ami ugye a himnuszt mint műfaj, ugye ennek a versnek az a neve, hogy himnusz, de a himnuszt mint műfaj valami, az dicsőítést jelent. Ugye himnuszt vagy dicsőítést bármihez lehet írni, bármit lehet dicsőíteni, és a Kölcsei a magyar népet és a magyar történelmet választotta, Márai Sándor pedig az életet választotta, ő írt egy himnuszt. És én inkább ezt a himnuszt szeretném most zárásképp önöknek elmondani, nagyon rövid, és szerintem legalább olyan szép, mint a Kölcseié. Tehát Márai Sándor, himnusz. A víz, a föld, a nap, a felhő. A bor, a vér, a csók, az álom. A fű, a kő, a napraforgó. A reggelek, a naplemente. Nácsíp a sás közt, ébredés, Bach, tetem a poprádi úton, a hajnal, a madarak, a versek, halottak, köd, a tenger ősszel, a mód, hogy ahogy a kezét emelte, könnyének az íze, a seba számon. Ámen, 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 ámen. Köszönjük szépen, hogy további szép estét! Köszönjük szépen! Köszönjük a vendéglátást! Köszönjük, hogy megláttad bennünket! Máskor is! Hívjanak jövő! Ez egy komoly műértő közönség. József Attila verseket mondtak közben. Hát, buta emberek vannak itt. Nagyon. Azért, hogy valaki itt lakik, az nem azt jelenti, hogy buta is. Ez úgy kell felfogni. Nagyon, az úr a Hegedű Dúók felére megjegyezte itt közben, hogy ja, hát ezt. A második az egy gyerek, nagyon sok gyerek játék, vagy valami a zenéje. Igen. Egyet várjam már. József Attila életére, Felber József, annyit, hogy ismertem a nyomdátának a piát, barátom volt, Müller Péter. Ez egy zsidó ember volt, aztán második világháború megtette magáit. Csak elmondom magának. Köszönöm, úgy hogy elmondtam. Hívták a nyomdátát, Müller Péter. Köszönöm szépen. Kérem. Tiszteletem. Tiszteletem maguknak. Tiszteletem, legjobbakat, jó egészséget.